Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Átírná a hitbéli tanításokat az Egyesült Nemzetek Szervezete. Beadványuk szerint választás elé kell állítani az egyházakat. Vagy alkalmazkodnak az LMBTQ ideológiához, vagy a kormányoknak kell felelősségre vonniuk őket. De vajon hogyan védhető meg a keresztény értékrend? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, aki szerint fogadjuk el magunkat és fogadjuk el a másikat. Velünk lesz Szabados Ádám teológus, aki úgy látja, hogy egyetlen ideológia zászlajára írt üzenet sem változtathatja meg Jézus Krisztus evangéliumát. Az egyház mindig egyház marad, a nagy világvallások pedig saját jogon léteznek. Ezt már Máté Áron történész vallja. És velünk lesz még Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője is, aki úgy látja, hogy az ENSZ-nek az a feladata, hogy fenntartsa a világ békéjét. Amíg a saját dolgát képtelen elvégezni, ne szóljon bele az egyházakéba. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. A mai témánk az egyház, a hit, a vallás és az LMBTQ mozgalom kapcsolata. Van egy úriember, úgy hívják, hogy Víctor Madrigal-Borloz, ő az ENSZ szexuális orientációval és genderidentitással foglalkozó független szakértője, és az Emberi Jogok Tanácsában leadott egy jelentést, amelyben a hit és az LMBTQ diszkrimináció kapcsolatáról beszél. Valóban kirekeszti az egyház, vagy a vallás, vagy a hit az LMBTQ embereket? Egyáltalán mit jelent ebben az esetben a kirekesztés? Vilmos. Azt gondolom, hogy az egyház mindig is nyitott volt, és nyitott is, hiszen azt szoktuk mondani, hogy az Isten szereti az embert és a teremtett világot. Mindazonáltal őszintén meg kell mondanunk, hogy az egyház tanítása szerint az Isten férfivá és nővé teremtette az embert, és nyilván így együtt alkotják a családot. Természetesen valaki ettől eltér, és más orientációja van, akár férfi-férfi vagy nő-nő. Azt gondolom, hogy természetesen szeretettel vagyunk az egyház részéről az irányukba, de mindazonáltal látnunk kell, hogy egy kisebbségről beszélünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne a kisebbség határozza meg a többség véleményét, hanem a többség véleménye határozza meg a kisebbség véleményét, mert egy olyan ügyről beszélünk, ami egy kisebbséget érint. És én azt gondolom, hogy kicsit túlságosan sokat foglalkozunk ezzel a témával ahhoz képest, hogy mondjuk 5%-át érinti a társadalomnak, és 95% pedig nem így foglalkozik vele. Egy világszervezet foglalkozik. Én értem, vele. Csak hogy ez egy túlzás, hogy ennyiszer beszélünk erről a témáról, amikor egy nagyon pici kisebbséget érint, és én azt gondolom, hogy nem a kisebbségnek kell meghatározni a többségi gondolkodást. Előfordulhat az, hogy egy LMBTQ identitású ember, bár ez olyan széles identitás, hogy ezek közül valamelyik identitású ember nem engednek be a templomba? Ez elképzelhetetlen, a templomok nyitottak, bárki bejöhet. Én azt gondolom, hogy pontosan ez a lényeg az egyháznak, hogy a templomaink nyitva vannak, bármikor be lehet jönni oda. Egyik felekezet sem zárt, hanem mindegyik nyitott arra, hogy aki az Isten igéjét szeretné hallgatni, az részt vehet ezeken az alkalmakon. Úgyhogy ezzel nem értek egyet, az egyházak nyitottak, a templomajtók nyitottak, nyugodtan lehet jönni bárkinek. Áron, mi a véleményed erről az ENSZ jelentésről? Jaj, szóval, tehát az ENSZ-ről ugye régóta szoktuk mondani, hogy egy igazi sóhivatal. Először nézzük meg magát ezt a mozgolódást, ez azért nem most volt, tehát ez évek óta van egy ilyen próbálkozás. A másik pedig, én szeretnék visszakérdezni, hogy jó, de akkor most melyik vallásról van szó? Tehát azért az, hogy vannak ugye a keresztény egyházak, van a kereszténység, és akkor ezen kívül azért még létezik néhány nagy világvallás, És létezik olyan is, ahol nem ilyen toleránsan állnak a manapság LMBTQ-nak nevezett, vagy úgynevezett LMBTQ emberekhez, hanem konkrétan ledobálják őket a háztetőkről, ahogy erre nem olyan régen példákat láthattunk a közel-keletről. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy ezt a jelentést oda dörgöli az ENSZ tagállamainak jelentős részét kitevő iszlám, mohamedán vallású, sőt államvallású országok képviselőinek az orra alá, és ott arra egy olyan választ fog kapni, ami valószínűleg rövidre is zárja ezt a témát. És legvégül hadd idézzem az MSZP egykori nagy ikonját, a Kovács Laci bácsit, aki az egyik ilyen Gay Pride Day, tehát a homoszexuálisok felvonulása kapcsán ugye úgy fogalmazott, hogy neki mindegy, csak kötelező ne legyen. Én azt hiszem, hogy idáig azért terjedjen már a liberalizmusunk. Ádám? Hadd indítsak teljesen máshonnan, mint keresztény teológus. Amikor én ezt hallom, hogy az ENSZ részéről jön egy olyan javaslat, hogy a keresztény vallás vagy a keresztény hit formáját meg kéne változtatni, vagy a tanítását, vagy az alapjait meg kéne változtatni, akkor nekem az jut eszembe, hogy sokféle zászlót próbáltak már ráteríteni a keresztény hitre a múltban, de valahogy egyiknek se sikerült alapjaiban megváltoztatni a kereszténységet, pláne azt megszüntetni. Tehát amikor 30-as években Németországban a Magdeburgi katedrálisra ráraktak egy horogkeresztes zászlót az oltára, akkor azt onnan egy idő után leszették. Amikor a sarlókalapácsos zászlót megpróbálták ráhúzni a keresztény hitre, akkor azt is levetette egy idő után magáról, mert nem fért rá. És most pedig azt látom, hogy nem csak az ENSZ részéről, hanem más szervezetek részéről is van egy olyan elvárás, hogy a kereszténység vegye magára a szivárványos zászlót. Ami ugyanígy egy olyan ügy, ami sokkal későbbi, mint a keresztény hit maga. Mert a keresztény hit, ahogy az eredeti neve is mondta, hogy krisztiánoszok vagyunk, tehát krisztusiak, az Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódik. Na most ő 2000 évvel ezelőtt már meghatározta azt, hogy miről szól ez az egész, olyannyira, hogy magára mutatott, hogy én a feltámadt Krisztus vagyok az, akiről ez az egész szól, és hogyha valaki hisz én bennem, az egy radikális változáson megy keresztül. Tehát innen indul a kereszténység, most ehhez képest egy kicsit megmosolyogtató az, hogy jön egy nemzetközi szervezet, és azt mondja, hogy ti változtassátok meg azt, amiben hisztek. És hogyha én megpróbálom a viszonyomat meghatározni, akár ez az ideológiához, de ami még fontosabb azokhoz az emberekhez, akiket érint ez, akkor az én számomra Jézus a kiinduló pont, tehát hogy ő hogy viszonyult ehhez. És én két dolgot látok vele kapcsolatban nagyon egyértelműen. Az egyik az az, hogy ő mindenféle emberhez szeretettel viszonyult, sőt időt töltött velük, tehát azt kihangsúlyozzák az evangélisták, hogy ő marginalizált, vagy marginális, vagy akár deviáns vágyakkal élő emberekkel is együtt volt. Tehát ő szeretetet fejezett ki feléjük, és azt gondolom, hogy az egyház nyitott ajtókat, tehát ugyanígy kell, hogy viszonyuljon akár kisebbség, akármilyen kisebbséghez is. Viszont a másik dolog, és ezzel akarom befejezni, az, hogy azt is nagyon világossá tette Jézus, hogy ő ragaszkodik ahhoz a zsidóságban a számára teljesen magától értetődő igazsághoz, hogy kezdetben Isten az embert férfivá és nővé teremtette, tehát ő megerősítette azokat az alapokat, amiket most az ENSZ elvárna tőlünk, hogy változtassunk meg, de hát mi erre nem vagyunk készen. Zoltán? Kis segítséget szeretnék kérni, mi volt ennek az úriembernek a pontos titulusa? Kérlek szépen, már is mondom neked, hogy eltekertem. Víctor Madrigal-Borloz, az ENSZ szexuális orientációval és genderidentitással foglalkozó független szakértője. Miért van az ENSZ-nek egy ilyenje? Ukrajnában sikerült elérni a tűzszünetet? Szentföldön sikerült véget vetni a vérontásnak? Az ENSZ-nek azzal kéne foglalkozni. Minek van az ENSZ-nek egy ilyenje? Semmi szükségre. Ez olyan, mint a szomáliai esélyegyenlőségi ombudsman a viccben. Egész egyszerűen nem értem, hogy az ENSZ miért költi az államok pénzét arra, hogy ilyen intézményeket, ilyen figurákat tartson fönt, minek öli bele az emberek pénzét, a világon mindenkinek a pénzét, a mi pénzünket is. Mert hát ez a korszellem. Hát lehet, hogy ez a korszellem, de akkor is azért ezt húzzuk alá, hogy az ENSZ-et nem ezért hozták létre, nem ez a feladata, a valós feladatát, amiért létrehoztják. Vagy nem látja el, vagy nagyon rosszul látja el. Innentől fogva én azt javaslom, hogy térjen vissza ahhoz, ami a dolga, és azt először oldja meg. Hogyha jól működne az ENSZ békefenntartó szerepe, akkor hajlandó lennék meghallgatni az ő véleményüket, akár mondjuk a vallás kérdésében is. Talán akkor számítana valamit. De hogy Elon Musk meglehetősen jó autókat csinál, egész jók az űrhajói is. Most, hogyha ő mond valamit a vallás témájában, mondjuk akkor meghallgatom, mert az, ami az ő feladata, az ő munkája, azt ő kiválóan elvégezte. Innentől fogva elhiszem neki, hogy van szabad ideje, meg energiája arra, hogy olyasmikkel is foglalkozzon, ami nem tartozik közvetlenül ahhoz, ami a core business, amit csinálnia kéne. De az ENSZ-ről ezt nem mondható el. Évtizedek óta nem mondható el, hogy megfelelően látná el a funkcióját. Akkor innentől fogva ne játsza a szomáliai esélyegyenlőségi ombudsman szerepét. Szerintem. Az ENSZ, bocsánat, igazából én nem tudom, hogy mikor látta el a funkcióját megfelelően. Ez ugye az eredeti terv szerint ez egy világkormány lett volna. Ez az angolszász hagyományban már az első világháború után, ugye népszövetségként, második világháború éveiben pedig ugye Roosevelt elnöknek volt a nagy álma, hogy egy világkormányt, és akkor a béke, boldogság, szabadság rögzítését, ez majd elvégzi, vagy biztosítását. Valójában igazából ez egy propaganda, egy kirakat szerv volt az úgynevezett nemzetközi közvélemény befolyásolására, megragadására. Talán egyedül a koreai háború idején látta el megfelelően a feladatát, de akkor is csak azért, mert nem vétózták meg a biztonsági tanács döntését az ellenérdekelt felek. A Szovjetunió bojkottálta éppen. Hát kimentek, igen. Tehát, igen, és azért a hidegháború idején is arra jó volt, hogy kifújják a gőzt magukból ott a biztonsági tanácsban az emberek. Mint egy diplomáciai fórum, ahol tudnak beszélgetni egymással a tagállamok, még most sem egy utolsó intézmény, tehát félreértés ne essék. Én nem amellett agitálok, hogy az ENSZ-et bármi. De ezért volt benned némi indulat, amikor ezt elmondtad. Igen, mert nem azt csinálja, ami a dolga. A dolga az lenne, hogy egy olyan platformot biztosítson a tagországok a nemzetállamok számára, ahol fontos diplomáciai funkciókat el lehetne látni. Ezeknek a célja az ENSZ alapokmánya értelmében az lenne, hogy megőrizzék a békét. Jó, szóval ezt vagy nem foglalkoznak, vagy rosszul csinálják. De nem, tehát ezt a hagyományos úton oldották meg a nagyhatalmak, vagy más szervezeti keretek között, hogyha végignézzük az elmúlt 70-80 év történetét. Szóval biztos, aki valaki az apró betűket, lábjegyzeteket átnézi, talál olyat, ami az ENSZ-nél, különösen ugye az éhezés elleni, meg ilyen malária és a többi, de komoly nemzetközi kérdéseket nem az ENSZ oldott meg eddig. Ezek szerint ez egy komolytalan nemzetközi kérdés, amit megpróbál megoldani az ENSZ, és ezt azért kérdezem, mert te mondtad, Áron, hogy egyfajta világkormányként próbálták létrehozni. Ez volt az álom. Igen, ám, de most azzal, hogy azt mondja az ENSZ, hogy választás elé kell állítani az egyházakat, vagy alkalmazkodnak az LMBTQ ideológiához, vagy a kormányoknak kell felelősségre vonniuk őket, akkor egyfajta világkormányként próbál indoktrinálni, kettő tartományként, vagy tartományi kormányokként kezeli a kormányokat, a szuverén kormányokat, három, és szerintem ez a legfontosabb, hogy gyakorlatilag megkérdőjelezi az egyik legfontosabb elvet, ami a modern korban jött létre, mégpedig az állam-egyház szétválasztását, a szekularizációt. Nagyon fontos kérdés. Tehát gyakorlatilag úgy nyúl bele egy dologba, ami egy olyan alapelvet kérdőjelez meg, amely mondjuk a liberális demokráciáknak, vagy a demokráciáknak egy alapelve volt. Nagyon hosszú időn keresztül, évszázadok óta. Így van? Igen, ugye az állam és az egyház szétválasztása az nagyon fontos, ez Magyarországon is szét van választva, tehát az egyház és az állam az teljesen külön létezik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs kapcsolat az egyház és az állam között, de a szétválasztás, a kormány is ezen dolgozott, hogy ez megtörténjen. Tehát ez egy nagyon fontos része az egyházi életnek, hogy teljesen szét van választva az egyház és az állam. Ugyanakkor természetesen vannak olyan kérdések, amiben számít a véleményére az egyháznak a kormányzat, és természetesen vannak olyan kérdések, amikor együttműködik az egyház a kormánya. De én azt gondolom, hogy például Magyarországon ez, hála Istennek, nem kérdés, hogy most milyen szerepe legyen az egyháznak LMBTQ kérdésben, ebben teljesen szuverén módon az egyház a szentírás alapján dönt itt Magyarországon. Nyilvánvalóan vannak olyan országok, ahol adott esetben más a politikai gondolkodás, és tudunk olyan országokról az Európai Unióban is, ahol például lehet adott esetben egyneműeket esketni, és nyilván itt vetődik fel a kérdés az egyház részéről, például Finnország esetében, amikor az egyházi esküvők állami esküvőnek minősülnek, tehát nem kell két helyre menni anyakönyvezni, hanem az evangélikus egyház végzi például az anyakönyvezést, és azt elfogadják állami szinten is, ugye? Hogy akkor, hogyha egyneműeket lehet esketni, akkor az egyház belekapcsolódhat-e ebbe? Ez most egy kérdés ebbe a folyamatba, hiszen az egyház nem feltétlen kell, hogy a lelkészei elfogadják azt, hogy egyneműeket eskössen. És sokan ezt nem is teszik meg. Tehát itt akkor érdekes a helyzet, ez nálunk nem így van Magyarországon, mert az egyházi esküvőket a kormányzat nem azonnal rögzíti a rendszerükben, hanem külön kell egy úgynevezett állami esküvőt is csinálni, adott esetben az önkormányzatnál. Tehát teljesen külön van az egyház és az állami esketés, míg vannak olyan országok, ahol egy kalap alatt az egyházi esküvő államinak is minősül. És én azt gondolom, hogy itt vetődnek fel bizonyos kérdések. Tehát azt gondolod, hogy ennek a lényege az, hogy azokat a kvázi szentségeket, amiket az egyház kiszolgáltat, és ha az egyház szolgáltatja ki, akkor nem kvázi, nyilvánvalóan, kiszolgáltat mondjuk az esküvő esetében, hogy ezeknek a megszerzésére egy ilyen hátulról jövő kísérlet az, ami itt az ENSZ-ben történik? Hát nem látjuk pontosan, hogy most mi történik az ENSZ-ben. Hallottunk egy hírt, hogy most ez mennyire komoly, azt nem tudhatjuk. Hát az minden esetre jelentősen fölveti az oktrojálásnak a kérdését, akkor, amikor azt mondják, hogy ha az egyház nem tesz eleget, akkor az állam kényszerítse rá. Világos, de az ENSZ nem tudja az államokat kényszeríteni arra, hogy az egyházaikkal, az adott társadalom egyházával, az adott nemzet egyházával tulajdonképpen bármit is csináljon. Tehát az ENSZ-nek ahhoz joga nincs, hogy egy államot utasítson. Na, erre szólhat a vízben, hogy egyelőre. Igen, szólhat, de nincs semmilyen kötelezettsége ilyen szempontból az államnak. De hát szerintem ez a jéghegy csúcsa, tehát az, hogy az ENSZ itt most megszólal, ez csak azt mutatja, hogy itt van valami sokkal nagyobb történet, ami már zajlik, és ez most így meglátszott ennek a tengerből kinyúló hegye, de nem tudom, 6-8 éve, most már nem emlékszem pontosan, beszélgettem egy nemzetközi konferencián Peter Akinolával, aki akkor a nigériai anglikán egyháznak volt az érseke. És mesélte, hogy őket a nyugati egyházak, nem mindegyik, tehát néhány nyugati egyház, különösen az amerikai episzkopális egyház, ami nekik egy testvéregyházuk volt, úgy zsarolja őket, hogy ha nem hajlandók megváltoztatni a tanításukat, a tanaikat ebben a kérdésben, tehát nem hajlandóak elfogadni, megáldani azonos nemű párokat, melegházasságot, stb., akkor megvonják tőlük azokat a segélyeket, amiket egyébként küldenek nekik. Tehát ez egy sokkal nagyobb történet, és már régóta zajlik, és azért, én azt gondolom, hogy azért merészkedik ide az ENSZ részéről is egy ilyen tisztviselő, mert látja azt, hogy vannak már olyan nyugati egyházak, nem is kevés, amelyek ebben a kérdésben megváltoztatták a tanításukat. Most az egy másik kérdés, hogy ezek zuhanó repülésben lévő egyházak, tehát még a nigériai egyház az jelenleg egy 18 milliós egyház, és ereje teljében van és növekszik, és csak az anglikánokról van szó, tehát csak az anglikán egyház Nigériában kétszer akkora, mint Magyarország lakossága. Addig ezek az egyházak folyamatosan zuhanó repülésben vannak és veszítik el a tagságukat. Jó, de ennek ellenére ezek egy anyagilag erős nyugati egyháztestek, amik zsarolják az afrikai keresztényeket, hogy ők is abba az irányba menjenek, mint ők. De akkor találjuk ki, vagy mutassunk rá a jéghegynek arra a 90%-ára, ami a víz alatt van, és ami most nem látszik, mert csak a 10%-ot látjuk. Mi lehet az a 90%? Mi van mögötte? Hát én azt gondolom, hogy van egy narratíva, tehát van egy nagy történet, amit mesélnek nekünk, és teológiailag van egy teológiai érv is mögötte, amit használnak akkor, amikor ezeket az egyházi körökben megbeszélik. A nagy történet vagy narratíva az arról szól, hogy vannak ezek a polgárjogi mozgalmak, női mozgalmak, Amerikában a fekete mozgalmak, stb. Tehát ilyen felszabadítási mozgalmak, és ebbe cipőkanalazták bele azt a kérdést, hogy nemi identitás. És mint ahogy a bőrszín nem megváltoztatható, a nem megváltoztatható, úgy, tehát erről szólt a narratíva, úgy a szexuális orientáció is egy veleszületett dolog. Tehát ez a történet, amit mesélnek, és ez a felhajtó ereje is ennek a történetnek, mert hogyha ez így van, akkor itt is egy kisebbségről van szó, ennek a jogait meg kell védeni, és támogatni kell. Csak ez a történet, ez nem igaz. Tehát ez most arról nem is beszélve, hogy szembe megy a transzneműségről szóló, tehát a T betűvel, LMBT, a T betűvel szembe megy, mert ott ugye meg lehet változtatni a nemet, tehát igen. Akkor most hogy is van ez. De ezt most már tudjuk az ikerkutatásokból is, tudjuk tehát évtizedeken keresztül pénzt, időt, energiát nem sajnálva kutatták azt, hogy van-e genetikai meghatározottsága a homoszexualitásnak, mert már tudjuk, hogy nincsen. Tehát lehet, hogy vannak befolyásoló tényezők, de nem genetikailag meghatározott. Tehát valami más játszik ebben szerepet, valószínűleg környezeti tényezők alapvetően. Tehát ez a történet, ez egy hamis történet, de ennek nagyon nagy ereje van. A másik pedig a teológiai érvek, amiket pont most Hodász Andrással volt egy interjú, azt hiszem a 24.hu-n, aki úgy érvelt, és ez a teológiai érv, ami a felek, tehát az egyházakon belül lerombolja a hit hagyományos értelmezését. Tehát a teológiai érv az, hogy amikor a Biblia a homoszexualitásról beszél, akkor ott egy másfajta homoszexualitásról beszél, mint amit ma megáldanak, hitelesítenek, jónak tartanak, tehát a szereteten alapuló kölcsönös hűséges kapcsolat. Csak ez sem igaz. Számos olyan tanulmány van, könyvek születtek, antológiák, amikben teljesen egyértelmű, hogy látszik teljesen egyértelműen, hogy az ókorban, amikor a Biblia a homoszexualitásról beszélt, ugyanúgy ismerte a szexuális viselkedésnek minden formáját, beleértve a homoszexualitást, tehát Plátón lakomáját el kell olvasni, tehát ott kölcsönös, felnőtt emberek között levő hűséges kapcsolatokról is olvasunk. Ennek ellenére a kereszténység azt mondta, hogy ez természetellenes, és nem járul hozzá az ember funkcionálisan jó létezéséhez. Tehát a történet és a teológiai érv együtt képezte ezt a jéghegyet. Jó, hát ez a teológiai része, de arról, amiről beszéltél, az eltörlés kultúrájáról, a vókról, a Black Lives Matter mozgalomról, ezek mind-mind kultúrpolitikai és agresszív politikai mozgalmak, amelyek jelentősen egyfajta ilyen neomarxista vagy neobolsevik alapállásból meg akarják változtatni a világot. Igen, de hogyha nem azt nézzük most, hogy LMBTQ, hanem tetszőleges ideológia, és itt ugye már elhangzott ugye a magdeburgi horogkeresztes zászló, tehát Magyarországon ez először 1919-ben az első kommunista diktatúra idején jelent meg, ami gyakorlatilag azt propagálta először, hogy hát a keresztény hitet azt már zárójelbe lehet tenni, az egész keresztény vallást, mert mi hozzuk el az igazi paradicsomot, az igazi megváltást a földre. Csűrös Gergő református lelkipásztor kitűnő doktorit írt a Tanácsköztársaság egyházügyi likvidáló bizottsága meg hasonló dolgairól. Utána jött ugye a nyilasoknak is voltak ilyen elképzelései, hogy csak az maradhat lelkész, illetve katolikus pap, aki az ő szájuk ízű szerint prédikál, és utána Rákosiék ütötték ezt gyakorlatilag nyélbe, nyilván sokkal politikusabban, észszerűbben, ügyesebben. Viszont tarlóvágás szinten. Tarlóvágás szinten, és csak egy példa egy ügynök jelentésből, ez Jó Sándor, református lelkipásztor, ha szabad ezt mondani, az egyik kálvinista szentünk volt. Ezt jelenti róla az ügynök, prédikáció közben kicsúszott a száján, az idegen ideológiák híveitől nem ijedünk meg, és valljuk, hogy a jövő nem az övék, hanem a miénk, akik a krisztusi ideológia alapján állunk. Főben járó bűn. Hát ez abszolút a tartótisztalá is húzta, ott van a papírom. Zoltán? Megint egy kis segítséget kérnék, felolvasnád még egyszer a dolgot. Ez egy ilyen adás. Az idegen ideológiák híveitől nem ijedünk meg, és valljuk, hogy a jövő nem az övék, hanem a miénk, akik a krisztusi ideológia alapján állunk. De lehetséges irányból akartam megközelíteni ezt a dolgot, de innen is lehet. Krisztusi ideológia, mondja, ugye? És nem kicsúszott a száján. Ezt végig gondolta szándékosan. Persze, nyilván ezt... Igen. Igen. De az a lényeg, amire le akarom ezt vezetni, hogy az ideológiát és a vallást nagyon nehéz egymástól megkülönböztetni. A gyökere mind a kettőnek az, hogy iránymutatást ad az ember számára a jó élet felé. Tulajdonképpen ez lenne a helyes cselekvés, igen. Így van. A politikai ideológiának is az egyik fő funkciója, meg a vallásnak is ez a funkciója, de fordítsuk meg. Én úgy gondolom, hogy ezt az egész woke szektát, ezt lehet, hogy érdemes lenne szektának kezelni, mert alapvetően egy vallási indítatású történetről van szó. És azért áskálódik talán a kereszténység ellen, illetve azért szállja meg az olyan intézményeket, mint az ENSZ, mert egyrészt a kereszténységben egy olyan riválist lát, amely szembe tud szegülni vele, másrészt pedig az intézményeket megszállva ellenlépéseket tud tenni, például a kereszténységgel szemben is. Én úgy gondolom, hogy nem fognak egyébként megállni a kereszténységnél, tehát nekik ugyanolyan problémájuk lesz majd az iszlámmal is, csak még azt egyelőre nem támadják. Erre volt egy válasza már az előbb az Áronnak. Igen, szóval arra felé nem lacafacáznak. Az ott gyorsan, tehát ott a hitetlenekkel nem bánnak kesztyűskézzel. Ez egészen biztos. Úgyhogy nagyon sokkal nehezebb préda az iszlám, mint a kereszténység. Jó, de azon kívül ott van még a hinduizmus, és akkor sorolhatnak. Tehát igen. Néhány milliárd ember, ugye van még a világon. Az a lényeg, nagyon sok jele van ennek. Pillanatra belegondolunk abba, hogy azt várják a követőiktől az ultraprogresszívek, a vókisták, hogy elhiggyék azt, hogy az ember, aki tökéletesen egészséges testben van, tökéletesen kimutatható XY vagy XX kromoszómákkal, az nem férfi vagy nem nő, hanem valami egész más, aminek gondolja magát. Azt várják el az emberektől, hogy elhiggyék, hogy ez a valóság, nem pedig egy téveszme, amely a szerencsétlen embernek a fejében született. Vagy a szabadság megéléséként élik meg, tehát a totális szabadság megéléseként. Ez egy kérdés. Hogyha a valóságtól eltérő, demonstratíve eltérő dolgot kell elfogadni, akkor az egy hit kérdés. Innentől fogva a woke az tulajdonképpen egy vallás, és itt azért szeretném aláhúzni, hogy a vallások nem olyan. Vannak nagy történelmi egyházak, amik miatt megszoktuk azt, hogy a tisztelet hangján beszélünk a vallásokról. De nem csak ezek a vallások léteztek az emberi történelemben, voltak Dél-Amerikában olyan vallások, ahol embereket öltek meg. A kartágóiaknak, bár ezt most már a történészek vitatják, de állítólag gyermekáldozatok voltak. Tehát az ilyen vallásokat nem tiszteljük. És ugyanakkor, ha már a gyermekáldozatoknál tartunk, akkor ez a gyermekáldozat is feltűnik ebben a woke történetben, ott, amikor szerencsétlen gyermekeket nyomorítanak meg, az ideológia transzvetületére hivatkozva. De miért van az, hogy tulajdonképpen a spengleri értelemben vett hanyatló nyugaton, vagy az euróatlanti térségben téma ez, mert talán most egy kicsit túlzónak hangzik, de most már egyre inkább erőtől duzzadó globális dél, az nem hallja meg ezeket. Tehát ott süket fülekre, fülekre talál és falakba ütközik ez a fajta ideológia. Tehát ott tényleg egy minimális réteg az, aki erre adott esetben akár vevő lehet. Pedig ott is létezik a homoszexualitás, meg létezik sok minden. Szerintem ez a nyugatnak a betegsége, tehát amikor Herman Dooyeweerd, egy holland filozófus mondta azt, hogy a felvilágosodás előtti nyugat, az egy szintézist hozott létre a természet és a kegyelem között. Tehát hitt abban, hogy van Isten, van kegyelem, és a kegyelem az meg tudja változtatni az embert, aki elszakadt tőle, tehát a természet és a kegyelemnek egy szintézise van. És a felvilágosodás pedig annyit csinált, hogy így levágta fölülről a kegyelmet, tehát Isten meghalt, ugye, ahogy Nietzsche mondta, igen, és a helyére a szabadságot helyezte, és ebből létrejött egy olyan feszültség, hogy egyszerre úgy gondoljuk, hogy csak a természet van, és a természet meghatároz bennünket, ugyanakkor van egy ilyen végtelen vágy a szabadságra, csak a szabadságnak nincsen formája. És most jutottunk el körülbelül oda, amikor ez a kettő már szembefordult egymással, tehát az egész a T-betű transznemű mozgalomnak ez az egyik jellegzetessége, hogy ugye tagadja már a szabadság a természetet, és nem tudja feloldani ezt a feszültséget önmagában. De ez a nyugatnak a betegsége, és ahol a kereszténység, mint vallás, vagy én nem is vallásnak nevezném, hanem kinyilatkoztatásnak, mert úgy gondolom, hogy az Isten beleszólt a világunkba, hogy annak pedig az a szívében a szeretet van. Egyszer, mikor Észak-Afrikából repültem vissza Európába, és a madridi repülőtéren egy nagy kereszt volt, akkor könnyeimben eredtek, mert annyira nagy volt a kontraszt, hogy egy olyan kontinensre érkeztem, amelyiknek még hogyha el is hagyta már, de az alapjaiban ott van a szeretet gondolata. És a szeretetnek pedig az egyik formája, hogy szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat, ami kinyit egyrészt Isten felé, tehát nem vagyok önmagamba zárva, másrészt kinyit a fele barátom felé, beleértve azokat is, akik a szexuális vágyaikban rendetlenséget élnek meg, most keresztény nézőpontból mondom, és kinyit feléjük, hogy őket is szeressem. Tehát egy kilépés önmagamból. Még a nyugat bele ragadt önmagába, tehát egyre inkább az én. Egyedül maradt, és folyamatosan befele nézek, folyamatosan bent keresem az igazságot, kint már nincs is igazság. És vagy ott a probléma van alapvetően nekem, az igazság az én vagyok. De hát az LMBTQ mozgalomnak is az egyik legfontosabb jelszava a szeretet. Na, és itt van szerintem az, ahol ezért tudnak az egyházak is elcsúszni, mert a saját fogalmunkat használják velünk szemben. Tehát itt van egy nagy hazugság ebben a történetben, mert nekünk tényleg nagyon fontos a szeretet, és amikor a szeretettel zsarolnak, tehát azt mondják, hogy te gyűlölködő vagy te kirekesztő vagy mi mondjuk azt, hogy a szeretet az szeretet, te azt mondod, hogy hogy gyűlölet. Mert ez egy érzelmi zsarolás. Tehát a keresztényeket érzelmileg zsarolják ezzel, és ezért azok, akik nem állnak szilárdan a 2000 éves keresztény hitben, azokat le is lehet erről az alapról szedni. Elcsúsznak az egyházak, Vilmos? Hát én azt gondolom, hogy egyes egyházak csúsznak el, vagy egyes országokban csúsznak el az egyházak. Az lehet, hogy másként értelmezünk bizonyos kérdéseket, de összességében az egyháznak mindig vissza kell térni a forráshoz, ugye, az ad fontes, ahogy mondjuk, ugye ez a reformációnak is az egyik fontos tanítása volt, vissza a forráshoz, és ha visszamegyünk a forráshoz, akkor a Szentírás számunkra egy zsinórmérték, egy kánon kell, hogy legyen, és abból egyértelmű, hogy hogyan kell élnünk, hogyan kell cselekednünk. Éppen az futott át a gondolatomon, hogy most vagyunk túl nem olyan régen a reformáció hónapján, októberen, és ha belegondolunk abba, hogy a reformációnak mik voltak a célkitűzései, akkor egyrészt ugye a reformáció, tehát a megújulás. Na most megújulásnak kétféle formája van. Az egyik az, amiről most beszélünk, ugye, ez is egyfajta megújulás, vagy megújítás, hogy azt mondja mondjuk egy ENSZ, hogy milyen új gondolatok kellnek, hogy legyenek, ami megújítja a mi gondolkodásunkat. Tehát ez az egyik fajta megújulás, ez azt jelenti, hogy ami eddig volt, ez nem jó. Tehát amit gondoltunk eddig a férfiről, nőről, az Isten által adott életről, családról, az nem jó, azt meg kell újítani. Na, amikor mi a reformációról beszélünk, akkor nem erről beszélünk, hanem arról, hogy hogyan tudunk visszatérni az eredeti formációhoz, hogyan tudunk az eredetihez visszatérni, ami az Istennek a tanítása, és egy ilyenfajta megújulásban szeretnénk részt venni. Tehát ne keverjük össze a kétféle újat. Az egyik olyan új, ami az egyháznak nincs szüksége, én azt gondolom, és a másik, amire meg nagyon is van szüksége. De akkor azok eltéve érdett bárányok, akik ezt az újat az egyházba beemelik? Szerintem igen. Én ezt gondolom. Ugyanakkor viszont ezáltal bekerülnek a politikai mainstreambe, vagy a politikai mainstream kedvenceivé válnak. Én nem, tehát valahogy nem is innen közelíteném meg, hanem egy kicsit olyan sikamlós, de egy nagyon érdekes téma, hogy ezek a 20. századi szélsőséges mozgalmak valahogy mindig volt valami gondolatuk a nemiségről. Ugye ezt kevesen tudjuk, hogy a bolsevik puccs után Péterváron és Moszkvában is olyan felvonulások voltak, totál mesztelenül szinte a korabeli gay pride, hogy le a szégyennel. Ugye akkor ott volt a le a családdal, volt ez az engelszi tanításon alapuló családellenes próbálkozás. Borzalmas eredményei voltak. Ratkó korszakban nőnek szülni kötelesség, vagy asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség. Én ezt egy picit félretem, ez más, mert utána a nemzeti szocialistáknál ott volt egy ilyen rejtett homoszexualitás, és ugye a germán férfi testek. Meg a germán női testek. Igen. És ugye mindig az volt, hogy akkor megöljük a lelkészeket, papokat, a keresztjén Oroszországban a sztareceket, és azt mondjuk, hogy na most védjen meg téged az Istened. És borzalmas vérfolyam folyt. Ugyanakkor szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az egész történet egyik végpontja az 1989. december 17-e Temesváron, ahol a tömeg azt skandálta, hogy Existáns Zeu, létezik Isten, és utána mindenki a Mi Atyánkot imádkozta. Kórusban. Olyan emberek, akik közül valószínűleg, tehát ott nagyon sokan soha nem is voltak templomok, semmi közük nem volt. De mindezt, még egyszer mondom, tegyük zárójelben, meg az, hogy az ENSZ-nek mivel, az is egy érdekes jogi kérdés, ugye a főtitkár képviselő közgyűléshoz határozatokat, tehát most az, hogy ott valaki kihozott egy ilyen jelentést, persze szimptomatikus tünet. De én még egyszer tényleg, tehát valahogy nehezebbre esik elképzelni, hogy a 1,5 milliárdos Indiában ezt ott a bráminok kezébe adják, és azt mondja, hogy akkor mostantól jó ember ez lesz. De erről beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy önértékelésben erőtől dúzzad tulajdonképpen a globális dél. India, Kína, és még mehetünk lefelé, Indonézia, Afrika, 18 millió, hát olyannyira, Nigériában, hogy... csak Nigériában 18 millió. Igen, és hát olyannyira, több, hogy most meg az csak az egyik. Meg az csak anglikán. A globális anglikán egyházban most egy szakadás zajlik pont ebben a témában, és ezt az idézte elő, hogy a brit, tehát az angliai anglikán egyház, a Church of England egy olyan határozatot terjesztett elő, és a püspökök első körben ezt meg is szavazták, hogy meg lehet áldani az azonos nemű párokat. És erre azt mondta a globális dél-anglikán közössége, tehát gyakorlatilag szinte az egész világ anglikán közössége, ami jóval-jóval nagyobb, mint az anglikán egyház Angliában, hogy innentől kezdve nem ugyanazt a hitet valljuk. És nem azért, mert más felekezet, mert ők más felekezetekkel kapcsolatban vannak, hanem azért, mert ez olyan radikálisan értelmezi újra a keresztény hitnek az egyik központi etikai alaptételét, az, hogy a házasság az egy férfi és egy nő között köttetett szövetség, ahogy a Krisztus és az egyház titkát jelképezi ez, és ott nem felcserélhetők a szerepek benne, mert ez egy metafizikai kép, hogy azt mondták, hogy nincs, mostantól nem vagyunk közösségben a Canterbury-esekkel, tehát nem vezeti többet az anglikán egyház közösségét. Zoltán, megszakítottuk. Nem, azt a gondolatot vinném nem tovább. Olvasok amit... vissza megint valami. Nem, most nem lesz szükség erre. Amit Áron vezetett be azzal, hogy megemlítette, hogy a totalitárius mozgalmak valóban a 20. században azok egészen lenyúltak az emberek hálószobájáig. Igen. Ami olyan szokatlan dolog volt a politikai ideológia. De megint belenyúlnak a hálószobába. És most ez a woke történet, ez megint arról szól, hogy belenyúlnak az emberek hálószobájába. Ez egyik jele annak, hogy ez is egy totalitárius ideológia. Igen. A másik jele meg, hogy vallás. Mert a vallások szoktak még a szexualitásra vonatkozó erkölcsi, kötelezően megfogalmazott dolgokat állítani. Úgyhogy itt egy veszélyes új vallásról van szó, egy kimondottan veszélyes új vallásról van szó, ami áldozatokat követel magának, és a totalitárius diktatúrák eszközeit is felhasználja annak érdekében, hogy alássa az uralkodó rendet a nyugati civilizációban legalábbis. Az uralkodó rend pedig egyébként az a képviselői demokráciára és a piacgazdaságra alapuló berendezkedés. Nem lehet egyébként, hogy ez az egész egy fricska, egy provokáció? Vilmos? Hát, ha ez provokáció, akkor ez elég kemény provokáció. Most hirtelen eszembe jut ebben az évben Észtországban, hogy ott az evangélikus egyház a legnagyobb egyház Észtországban, és ott bevezette a kormányzat, egy liberális kormányzat van Észtországban, az egynőműek esketését. És ezt az evangélikus egyház abszolút ellenezte, úgyhogy meg is szakadt a kapcsolat az egyház és állam között, egy 40 éves kapcsolat volt egyébként, vagyis vegyes bizottságok voltak, amelyek tárgyaltak egymással, és egy ilyen hosszú kapcsolatnak lett most vége, mert a kormányzat és az egyház Észtországban nem tudott megállapodni ebben, és az evangélikus egyház teljesen ellenzi Észtországban az egyneműek esketését. És ez azért fontos, mert lehetnek ilyen fricskák, próbálkozhatnak kormányzatok, de az egyház akkor ellen fog állni jó esetben, és ez meg is történt. De ugye Angliában viszont nem állt ellen. A Church of England az valóban tulajdonképpen az egyik, Amerikában vannak ennél radikálisabb példák is, de az egyik leginkább woke vallás. És a skandináv térségben sem áll ellen. A skandináv térség sem. Annyira Észtország egyébként, vegyük észre, hogy egy volt szovjet tagköztársaság, amely átment a kommunizmuson, tehát kapott egyfajta oltást a totalitárius ideológiákkal szemben, egyfajta védelmet. Mára szerint ő tudja, milyen nagy dolog a szabadság ellentétben azokkal, akik ajándékba kapták. Még nem felejtettük el, ugye itt Európa keletebbik részen. Az az igazság, hogyha túl sokáig van jólét, akkor az emberek elfelejtik ezeket a egyszer már megtanult dolgokat, a védőoltások hatása megkopik. Van erre a klasszikus mondás, hogy a jó idő az puha vezetőket teremt, a puha vezetők rossz időket teremtenek, a rossz idők keménykező vezetőket teremtenek, a keménykező vezetők pedig jó időket teremtenek. Tehát ez egyfajta körforgás. Mi nemrég Európában abban a térségben, ami ugye a kommunizmus fogságába esett, mi azért frissen estünk át egy olyan történelmi élményen, ami megkeményítette a mi társadalmainkat, ez sokkal ellenállóbbak, mint például egy Church of England, akivel egyébként szerintem azért is szakították meg a kapcsolatot a testvéregyházaim, mert egész egyszerűen felismerték azt, tudatosan vagy nem, hogy az, amit ők csinálnak azáltal, hogy átveszik ezt a woke ideológián, ezáltal behódolnak valaminek, ami egész biztosan nem keresztény. És hogyan lehet ezeket az értékeket, a klasszikus, tradicionális keresztény értékeket megvédeni, akkor, amikor adott esetben ebből zsebben nyúló vagy zsebigérő politikai viták alakulnak ki, mondjuk Európában, vagy az Európai Unión belül. Nyilván mindenféle szintek megjelennek ebben, de ott van a háttérben ez is. Hát volt nem is csak zsebben nyúló, hanem ennél súlyosabb következményei lehetnek. Pont Angliában igaz, hogy a Church of England, legalábbis a püspököknek a testvérte az beadta a derekát, de nagyon sok olyan anglikán közösség, gyülekezet lelkész volt, plusz a többi egyház részéről is. Nekem van egy barátom, aki egy nagy szabad egyházi, sok ezer közösségből álló hálózatnak a vezetője. Ők összeálltak és kiadtak egy nyilatkozatot, amikor nemrég, ez még mindig nem hárult el a fejük fölül, de nemrég a kormányzat egy olyan törvényt akart átvinni, hogy nem lehet segíteni abban senkinek, hogy ő a szexuális vágyaiban változást tapasztaljon. Tehát ezt sokszor így konverziós terápia néven szokták nevezni, de ez egy bélyeg, amit ráraknak erre. Tehát gyakorlatilag nem imádkozhatsz lelkészként se, nem adhatsz tanácsot, nem lelki gondozhatsz valakit ebbe az irányba. és ők kiadtak egy nyilatkozatot, ami aztán le is jött az egész angol és a magyar sajtóba is átjött, amiben azt nyilatkozták, hogy börtönbe is készek vagyunk menni ezért. És azt gondolom, hogy ez az a kiállás, aminek hatása van, tehát akkor le is vették nem a napirendről, de nem ment át, tehát nem szavaztak a törvényről, és tudják azt, hogy itt, ha ezt ők megpróbálják áttolni, akkor mátírokat csinálnak. És szerintem a kereszténységnek ez mindig egy ereje volt, hogy egy ponton túl az igazi kereszténységet, tehát azokat, akik ténylegesen nem csak kulturálisan váltak azzá, hanem tényleg hisznek Jézus feltámadásában, hogy őket egy idő után nem lehetett összepréselni jobban, és onnan visszapattant a dolog, és szerintem ezt tudja csinálni a kereszténység, hogyha megpróbálják ráteríteni ezt a zászlót most, akkor ő azt mondja, hogy ez nem fér rám, ez a zászló, és nem kell attól félnünk, hogy a modern kor modern ember, a fogyasztó polgár, az valamiféle atavisztikus dolognak tartja azt, hogy itt mártírok gyártódnak, és hát miért kéne mártírnak lenni, hiszen élhetünk jól is. És ez egyébként a legijesztőbb ezekben a dolgokban. Zoltán, most várom a felháborodást. Nyugaton valóban nem a mártírok korát éljük. Ez abból fakad egyébként, hogy a nyugati civilizáció az a II. Világháború vége óta tényleg jólétben él. Csatlakoztunk ehhez mi is, visszatértünk tulajdonképpen a megszokott történelmi helyünkre, és mindez azt jelenti, hogy nem is értjük azt, vagy az emberek többsége nem érti azt, hogyha valaki valóban feláldozza magát a hitéért. Így a fanatizmus az mindig olyan sarkokban jelenik meg, amelyek a nyugati civilizációval, a nyugat valós értékeivel ellentétes dolgokat képviselnek. Ugye, ahol nagy kultusza van a mártírhalálnak, az az iszlám, és ezt használják az iszlamista terroristák most is ezekben a percekben is, ahogy dúl a véres konfliktus a Szentföldön. Ott ez még megvan. Ott még értik a hétköznapi emberek, hogy mi az a mártírhalál. Ahol megint csak itt a nyugaton is megjelenik a mártírságnak egyfajta elkorcsosult változata, az az a fajta öncsonkítás, ami benne van ebben a woke LMBTQ, különös a T, meg a Q részen ebben az ideológiában. Megjelenik egyfajta öncsonkítás, ami akár összevethető más vállalásra. De ez a szabadság kiteljesedésének az ideológiájával. A szabadság az egy olyan fogalom, ami nem egy fogalom. A szabadság nagyon sok mindent jelent, nagyon sok mindenkinek mást és mást jelent. Amit ők érnek meg szabadságként, az az egyén elszigetelődése és magánya. Ezt élik meg ők szabadságként. Bocsánat, csak tényleg egy mondat, csak az, hogy itt azért a mártír kifejezést, szóval azért ne hasonlítsuk már össze azokat, akik csecsemőket fejeznek le, azokkal, akiket mondjuk Magyarországon is a kommunista diktatúra idején. Öndefiníció, az a baj, Áron, hogy ők ezt önmagukat definiálják. Jó, de mi ebben a stúdióban definiáljuk akkor ezt máshogy. Na bocsánat. Igen, pont ugyanazt akartam mondani, hogy az iszlám esetében, amikor mártírokká válnak, akkor ő valami agresszív bántó cselekedetet hajt végre, amit úgy is tesz, hogy ő ebbe bele fog halni. Az öncsonkítás esetében szintén egy döntés, hogy én vállalom azt, hogy az önmagam kiteljesítése érdekében átmenjek ezen a folyamaton. A keresztény mártíromság az másról szólt, tehát az arról szólt, hogy én akkor is ragaszkodok Krisztushoz, mert benne reményt találtam, hogy nem csak életet, hanem örök életet, hogy bánthatnak engem, hogyha ők akarnak engem bántani, akkor se fogom feladni a hitemet. Tehát ez a keresztény mártíromságot, nem bántok valakit, hanem a szeretet, az Isten, az üdvösség az fontosabb nekem, mint az, hogy az életemmel mi lesz. De nem gondolom egyébként, hogy most ott tartanánk, hogy itt meg kellene halnunk a hitünkért, de szerintem arra érdemes késznek lenni, hogyha szeretnénk, hogy legyen kereszténység a kontinensünkön, hogy a meggyőződésünkhöz akkor is ragaszkodjunk, hogyha a zsebünkbe kell nyúlni, vagy annak vannak egzisztenciális következményei. Mert ha erre nem vagyunk készen, akkor el fog menni a levesbe a kereszténység, ami most kulturálisan is tartó oszlop a civilizációnknak. Van ekkor erő a kereszténységben, akkor, amikor a kereszténységet is magát az egyházat, azt egyének alkotják a saját gyengeségeikkel. Az egyházban nagy erő van, és ez azért van, mert Jézus Krisztus az egyház alapja, és mi pedig ennek a Krisztusnak a testének a tagjai vagyunk. Az egyházban nagy erő van, és én azt gondolom, hogy ez az erő kiteljesedik a mindennapjainkban, amikor elgyengülünk, erőt kapunk tőle, amikor gyengének érezzük magunkat, akkor felfrissít minket az Isten igéje. Az Isten igéje az minket, az olyan, mint egy forrás a számunkra, az megújít, megerősít bennünket, és keresztény emberként nyilvánvalóan ez nekünk fontos, hogy honnan táplálkozunk, és mi a Szentírásból, a Bibliánkból táplálkozunk, ezért az egyház a jövőben is egy biztos alap lesz, azért, mert a mi fundamentumunk, a mi alapunk, az Krisztus. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem kell aggódnunk, mert az egyház az továbbra is fenn fog maradni. Itt az a kérdés, hogy mi mennyire vállaljuk fel a mi keresztény identitásunkat, a mi hitünket. Fölmerjük-e vállalni nap mint nap? Ugye itt erről szó volt most itt a beszélgetésben, hogy hogyan tudunk viszonyulni ebben a világban, ami hitünken keresztül embertársainkhoz, az Istenhez, és ilyen furcsa ideológiákhoz, amiket itt most hallunk. És talán egyszer majd elcsendesednek ezek a viták valamikor. Nagy tiszteletű úr, tiéd volt egyébként a végszó, köszönöm, hogy eljöttetek. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on, és meghallgathatnak minket a Spotify-on. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmeket, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!